Ismét itt vagyok, remélem most végre a köszönés is hallatszik az elején, és egy arcápolási rutinos videót gondoltam elkészíteni, mivel ezt még annak idején e-mailben is jeleztétek, illetve most is felmerült rá igény. Mindenképpen jön majd a kontúrozós is, de úgy gondoltam, hogy az alapokhoz talán még jobban hozzátartozik az arcápolás maga, mint az alapozás és a korrektorozás. És most végre, hogyha ide jön, bemutatom Maszatot is, mert ő soha nincs itt, amikor videót készítek, és most végre a közelben volt. Szia Maszat, szia Maszat. Visszarakom, ő nagyon szeret egyébként a báránybőrt dagasztani. Szóval, az arcápolást én az estével kezdeném, hiszen ekkor kezdődik nálam, ugyanis ekkor mosom le a sminkemet, és ezek után következik maga a hidratáló krém és a többi. Tehát mindenképpen az arctisztítás az első lépés nálam, és mivel este van, ezért ilyenkor az arclemosók következnek. És egyébként mindig szeretnék majd terméktippet is mondani, egy drágább árkategóriájút is, egy elérhető áron kaphatót is van, amikor akár többet is. Tehát a smink lemosásához én nagyon szeretem használni a micellás oldatokat, ugye már nagyon sokszor emlegettem a Biodermát, amely a non plus ultra nálam, és nagyon-nagyon szeretem. Viszont ez egy elég drága termék, és most szintén először egy elég drága terméket mutatok, amely a Visinek a terméke. Ez egy vagy Pixi Boxban, vagy Szépség Boxban érkezett, nem tudom. És 100 ml tartalmaz, most utána néztem nektek, hogy az iParfumériánál 3190 forintért lehet megvásárolni a 200 ml-t, a 400 ml-t pedig 3890-ért, tehát az nyilván sokkal jobban megéri. És egyébként ez van olyan jó, mint a Bioderma, mindenképpen lesz majd összehasonlító teszt a blogon is, csak most még másik kettőt is tesztelek mellé, és mindenképpen szeretnék kiforrott véleménnyel érkezni, de ez abszolút ugyanolyan jó, leoldja a szemfestéket, a sminket, minden egyebet, és a bőröm is abszolút felfrissült lesz utána, úgyhogy csak ajánlani tudom. És ennek a, hogy mondjam, pénztakarékosabb társam mondjuk a Ziaja micellás tengeri algás arctisztítója, amely a Szépségboltnál kapható, és 200 ml tartalmaz, és 1090 forintba kerül. Nagyon sokáig elég ez a mennyiség egyébként. Ugyanúgy, ugyanolyan jó, mint a Bioderma. Egyetlen egy különbség van, hogy ez bizony csípi a szemet, hogyha az ember nem elég óvatos, úgyhogy nagyon be kell csukni a szemet, amikor a szemfestéket oldjuk le. És egyébként nekem az a módszerem, hogy egy vattakorongra teszek úgy viszonylag bőséges mennyiségben, rászorítom a vattakorongot a szemfestékre, és hagyom pár másodpercig hatni, és ezek után kezdem el szépen körkörös mozdulatokkal leoldani. És azt vettem észre, hogy ezáltal, hogy van egy kis hatóidő a letörlés előtt, sokkal kíméletesebb a szempillákhoz, a szemhéjhoz, mindenhez, mint hogyha egyből nekiállnék dörzsölködni. Tehát erre vigyázni kell. Hogyha ez megtörtént, akkor nagyon fontos, hogy még egy normális vízzel működő arclemosóval is lemosom az arcomat, ugyanis hiába jók ezek a micellás arctisztítók, én úgy látom, hogy azért marad némi szennyeződés utánuk. Jártam már, úgyhogy azt hittem, hogy tiszta az arcom, és másnap reggel, amikor ismét áttöröltem tonikkal vagy micellás arctisztítóval, akkor láttam, hogy a vattakorong bizony még bőven koszos. Ez viszont nem történik meg, hogyha egy jó arclemosót is használunk. És az első, amit szeretnék ajánlani, az a The Body Shopnak a vitamin E-vitaminos arctisztítója. Ezt egyébként Enjoy the Style Reni ajánlotta a blogján, és akkor kezdtem el használni. Abban az időszakban nagyon komoly pattanások fejlődtek ki a nyakam bal oldalán, nem tudom, hogy mitől. És ez volt az olyan termék, az első olyan termék, amely bevált arra, hogy nyugtatta a területet, és a pattanások is könnyebben, gyorsabban leszáradtak. Viszont ez egy eléggé drága termék, 100 ml-t kapunk 2990 forintért a Body Shopban, úgyhogy ez meggondolandó. Egyébként nagyon szeretem, baba illatú, krémes arctisztítóról van szó, amely tényleg minden szennyeződést annyira leolt, hogy másnap reggel már a vattakorongon semmit nem találok. Ennek egy alternatívája az Avonos kedvenc arcra való termékcsaládomból, ez a kasvirág és fehér tea tisztító, ez a 30 pluszos korosztálynak való, és csekkoltam nektek a katalógusban, ez a 100 ml termék jelenleg 599 forintba került, tehát rendkívül jó ára van, és azt kell tudni erről a termékcsaládról, hogy abszolút kímélő hatású, tehát nem csíp, nem érzem azt, hogy szárítaná a bőrömet, hanem kifejezetten kímélő lemosóról van szó, tehát ez a másik termék, amelyet szeretek ilyenkor használni az arcomra. Hogyha ez megtörtént, akkor következik nálam a hidratálás. Én tonikot este nem használok,
mert nem tartom szükségesnek az arcápolási, arctisztítási rutinom után, hanem ekkor következik a hidratálás. És estére ugye említettem, hogy mindenképpen nagyon jól hidratáló terméket szeretek használni, és az első ilyen a Body Shopnak megint az E-vitaminos termékcsaládjából az arcmaszkja, ugyanis ez egy olyan maszk, amelyet nem kell feltétlenül letörölni, hanem lehet hagyni, hogy beszívja a bőr teljes mértékben, tehát este felkelem, és reggelre már teljesen bekortyolta a bőröm, és nagyon boldog tőle. Ez a termék viszont tényleg drága, abszolút drágállom, bár én 20%-os akcióban jutottam hozzá. A 100 ml-nek az eredeti ára 4.990 forint, szóval nagyon oda kell erre figyelni, hogy aki ezt megengedheti magának, tényleg ajánlani tudom. Ugyanaz a baba illata van, mint az arctisztítónak, nagyon-nagyon hidratált lesz tőle a bőröm, és úgy érzem, hogy fel is töltődik, tehát nagyon feszes bőrrel ébredek másnap reggel. Egy alternatíva erre az Avon egyik terméke, én az Avon termékeket nagyon szeretem, a legtöbbet, bár azért a szemfestékekben nagyon csalódtam sajnos, de az egy másik téma. Ez például a kaviáros termékcsaládnak az arckrémje, és ez egy nagyon érdekes állagú krém, mert hogy ilyen pudingszerű, egyébként ugyanolyan az E-vitaminos Body Shopos is, de ez még ráadásul ilyen irizáló jellegű színt is kapott. És ez 100 ml termék szintén, és nem, bocsánat, 75, ez csak 75 ml termék, és akcióban 1190 forint környékén lehet hozzájutni, tehát azért jobb áron van, mint a Body Shopos. Hasonló jellegű egyébként, hogy olyan érdekes zselés állag, emiatt nagyon úgy érzem, hogy hidratál, és másnapra nagyon jól érzi magát tőle a bőröm. Egyébként nem írják, hogy ezt mikorra ajánlanál, de én abszolút éjszakai krémnek használom, lehet, hogy a fekete kupak befolyásol, vagy maga az érzet, de úgy érzem, hogy ez esetleg smink alá már kicsit sok is lenne. Aztán következik a reggeli rutin, mert úgy látom, hogy igen, eljutottunk az estének a végére, bár esetleg itt is megemlíteném a szemkörnyékápolókat, hiszen az este és reggel is szoktam használni, akkor következzenek ők. Az első termék az a Fleur de Santé-nek a Skin Dynamic termékcsaládjából való, ez viszonylag nagy szemkörnyékápoló, 20 ml-es, tehát nem 15, mint az átlag többi, és ha jól emlékszem, 2500 forint környékén kapható, tehát viszonylag drága krémről van szó. Ez egy sima, fehér, jól hidratáló krém, aminek isteni illata van, nem tudom sajnos meghatározni, de minden alkalommal megszagolgatom. Talán egy pici citrusosság fedezhető fel benne, tehát friss illatról van szó, és teljesen boldog tőle a szemkörnyékem, hidratált lesz, a kis szarkalábak feltöltődnek, úgyhogy abszolút tudom ajánlani. Viszont egy másik termék, amely esetleg a költségtakarékosabb lehet, ez szintén az Avonnak megint a kaviáros termékcsaládja. 15 ml krémet kapunk akcióban szintén 1190 forint környékén, tehát azért ezt jobban megéri megvenni, és egyébként az Avon szemkörnyékápolókból már többfélét használtam, és mindegyik teljesen bevált, tehát semmi extrát nem fedeztem fel. Mindegyik hidratál, feltölt, feszesít, úgy érzem, és smink alá is használható egyébként mind ez, mind a Fleur de Santé termék. Tehát akkor következzen a reggeli rutin. Ekkor következik az, hogy amint felébredek, arcot mosok, és ezek után jön a tonik. A tonik az nagyon fontos, ugye már az előző videóban is említettem, hogy én a szemhéjamat is áttörlöm vele, azért, hogy a szemfesték jobban megragadjon rajta, de azért is, hogy friss legyen a bőröm, mielőtt a következő termékeket felviszem rá. És a hát tonikra igazából nincsen drága a javaslatom, ez egy jó hír, bár micellás terméket is lehet erre használni. Az első ajánlásom az Alverde lenne, ami egy iszapos arcápoló tonik, és kifejezetten alkoholos illata van, viszont az alkoholosság mellett nagyon kellemes tisztaság illata van, és nem tudom ezt sem sajnos jól meghatározni. Mindenképpen javasolnám, hogy mielőtt megveszitek, szagoljátok meg a DM-ben, mert azért elég határozott illatról van szó, de nagyon bevált, és nem érzem azt, hogy szárítana, nem feszül utána a bőröm, hanem kifejezetten kellemes. A másik pedig az előbb említett Avonos termékcsaládnak a tonikja. Ez az a tonik, amelyik abszolút nem alkoholos, és ezt nem tudom, hogy csinálják, tehát nem érzem azt az alkoholosságot, nem érzem azt, hogy picit is szárítana, valahogy sokkal krémesebb jellegű, ugyanúgy folyékony, de valahogy azt tudom mondani, hogy krémesebb jellegű ennek a használata során az érzet. Tehát nagyon-nagyon kímélő tonikról van szó, és ez is 599 forintba kerül. Szia, Schrödinger!
Na most az arcápolási rutinomnak egy új lépése az arcápoló permetnek a használata. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt kaptam tesztelésre a La Roche-Posay-tól egy terméket, másrészt pedig valamelyik boxban lapult egy visi, amit tök ugyanolyan egyébként. Tehát ugyanúgy is néznek ki, kicsit más a minta a flakonon, ugyanúgy 50 g-ot tartalmaznak, ugyanúgy termálvizesek, semmi különbséget nem fedeztem fel, ezek illatmentesek, ugyanúgy ugyanakkor a cseppekre oszlatja el mind a két permetező. Most a La Roche-Posay-t szeretném megmutatni. Gyógyszertárban kapható termék, sajnos nem tudom, hogy mennyibe kerül, mert nem találtam hozzá árat, és viszonylag, nem is tudom, hogy mondjam, nagy cseppekre porlasztja a folyadékot, de mégis valahogy nagyon frissítő élmény ezt felpermetezni. Ezt még a hidratáló krémek felvitele előtt szoktam az arcomra fújni, úgyhogy becsukom a szemem és élvezem ezt a luxus élményt, hogy magamra permetezem, miután persze felráztam, hiszen aeroszolról van szó. Nem tudom, hogy csinál-e valamit a bőrömmel, de tény, hogy nagyon luxus élmény és nagyon frissítő érzés az, ahogy ez az arcomra ér. És ezek után egy kicsit várni szoktam, hogy ez vagy elpárologjon, vagy beszívja a bőröm, ezt nem tudom, és ekkor következik az arcápoló terméknek a felvitele. Itt egyrészt a La Roche-Posay-n azt szeretném említeni a kis mintában kapott hidratáló krémjét. Ez egy nagyon-nagyon jó krém, abszolút kellemes érzés felvinni, egy kicsit olyan zselés, pudingos állagú, inkább mint hagyományos krémállagú. A bőröm gyorsan beszívja, jó smink alá, tehát teljesen jól bevált erre. Aztán a következő termék az egy elég drága termék, a Clinience. Ezt a szépségboltól kaptam tesztelésre, és ez az 50 ml, igen annyi, ez kerül 4090 forintba, tehát nem egy olcsó termékről van szó, és ennek is nagyon érdekes állaga van, mert ez ugyan krémes, ugyanakkor mégis pudingos, és nem fehér, hanem mint láthatjátok egy picit ilyen narancsba hajló. És egyébként ezt megfigyeltem a C-vitaminos krémeknél, hogy ilyen színük van, és szerintem egy picit hozzájárulnak ahhoz, hogy a bőr összképeszebb legyen, tehát valahogy élénkítik a bőrszínt. Tehát ez a drága javaslatom, és a költségtakarékos javaslat ismét az Avonnak ugyanaz a termékcsaládja, és ebből a hidratáló krém 599 forint, teljesen hagyományos, viszonylag zselés állagú fehér krémről van szó, amely gyorsabb beszippant a bőr, és nagyon jó smink alá is, tehát semmiféle rossz tapasztalatom nem volt vele, nagyon szeretem az illatát is. Gyógynövényes jellegű illata van, de nem az az erős fajta, hanem inkább az a púderes behajló, úgyhogy abszolút kellemes élmény ezt használni. Most egyébként mind a három termék, tehát tényleg jelenlegi áron 599 forint a katalógusban, csak ajánlani tudom ezt is. Ennyi tehát az arcápolási rutinom, igazából annyi a lényege, hogy nagyon alapos tisztításról van szó, és nagyon erőteljes hidratálásról, illetve, mint az már az előző videómban is elhangzott, az alapozós videómban, nagyon fontos, hogy sokat ígyunk, tehát tényleg a munkahelyen én vagyok a felelős, ígyatok sok vizet, néha felkiáltok, ugyanis a napi 2,5-3 liter folyadék rendkívül fontos ahhoz, hogy a bőrünk ne csak kívülről kapja a hidratálást, hanem belülről is megfelelően hidratált legyen. Ennyi volt tehát a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, Schrödinger megint ide lebőlt az ölembe, ez már úgy látszik hagyomány lesz nálunk, remélem máskor is jöttök, és nézzetek be a blogra is, mert ott is várhatók tesztek folyamatosan. Sziasztok!